a jelenlegi nem virágzó állapotában a levele az, ami viszonylag el tudja különíteni. Molnár Attila botanikus mutatja a csipkés gyöngyvesszőt. Közmunkások tisztították a régi temetőt, amikor megtalálták a bokrot. Azonnal szóltak szakembereknek, akik meglepődtek a leleten. A szakkönyvekben ugyanis azt írták róla, hogy kihalt. Úgy vélték, hogy évszázadokkal azelőtt az északi középhegység lábánál volt honos. 15 évvel ezelőtt viszont nem ott, hanem a Jászságban bukkantak egy példányra. Legelőször életjelet újra a faj 2000-ben a Jászság hegyláb felőli határán Pusztamonos tornál adott, ott is egy régi temetőben került elő 19. századi sírról. Az még belefért ebbe a képbe, de most ahhoz képest már 200-300 kilométerrel keletebbre járunk, közelebb ahhoz az egyetlen túlélő nagyon kis állományhoz, ami Kelet-Szlovákiában a Bodrog köznek a szélén egy dombon található Királyhelmec településnél. Eddig kevesebb, mint 20 példányt azonosítottak Magyarországon. Ezért volt meglepő, hogy Újfehértón rögtön 3 bokrot találtak. A botanikusok ezekkel a leletekkel cáfolják azt a korábbi elképzelést, hogy a Tiszántúlon nem volt jelen a faj. A település önkormányzata úgy döntött, hogy a különleges és ritka sztyeppei növényt beírják a helyi értéktárba. A tervünk az, hogy egyrészt bekerüljön az értéktárba, másrészt pedig megóvjuk és bemutassuk. Tehát megpróbálunk olyan programokat szervezni, például túrákat, ahol a gyermekek és az érdeklődők megismerhetik majd az értékeinket, a vadast, a szikest, az orchideás rétünket, illetve hát most már ezt a gyönyörűséget, amit itt most megtaláltak. A csipkés gyöngyvesző Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Azt tervezik, hogy kis kerítéssel óvják majd a növényt, és szervezett túrákon mutatják meg azt az érdeklődőknek.